Jó napot kívánok, szeretettel üdvözöljük Önöket a mai kormányinfón. A szokásoknak megfelelően a tegnapi szerdai napon a kormány ismét ülésezett, áttekintette a járványhelyzetet. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékoztatja Önöket Gulyás Gergely miniszter úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Közel vagyunk a szakértők véleménye szerint a harmadik hullám csúcsához. A mai adatok, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a számok rendkívül rosszak, tudtuk, és a virológusok, szakértők is előrejelezték, hogy a harmadik hullám csúcsa az még nehezebb és súlyosabb lesz, mint amilyen a második hullámé volt. Tegnap 207-en haltak meg a koronavírus következtében, 6500 embernél állapították meg a koronavírus fertőzést, több mint 10 000-en, egész pontosan 10386-an vannak kórházban, és 1170 ember az, aki lélegeztetésre szorul. Azt tudjuk mondani, hogy a szabad kapacitások rendelkezésre állnak, tehát ami az egészségügy helyzetét illeti, iszonyatos munkát végeznek az orvosok és az ápolók. Innen is szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül megfeszített munkáért. További 1700 szabad lélegeztető géppel felszerelt ágy áll rendelkezésre, és több mint 11 000 szabad kórházi ágy van. A kormány korábban már döntött arról, hogy a védekezésben mind a rezidensek, mind a medikusok részt vehetnek, tehát így a személyi állomány is lényegesen bővebb, mint az korábban volt. Megfeszített munkára van szükség ahhoz, hogy a kórházak a betegeket ellássák, de kapacitás probléma nincsen, minden ezzel ellentétes hír az valótlanság álhír. Azt látjuk egyértelműen a számokból, hogy a lazításnak még nincs itt az ideje. A legfontosabb továbbra is az egyetlen megbízható védekezési mód az továbbra is az, hogyha az oltás folytatódik. Magyarország ezért szerez be és szerzett be mindenhonnan vakcinát, ahonnan lehetséges, és ezért oltunk minden ellenőrzött, biztonságos és a koronavírus ellen védelmet biztosító oltással. Ha az oltás számait nézzük, akkor ott Európa a legjobbjai között vagyunk, sőt Máltától eltekintve mi vagyunk azok, akik eddig arányosan a legtöbb embert oltottuk be. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb az, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, mindenki a következő néhány napban és hétben tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kapcsolatok száma csökkenjen, és a kapcsolatok számának csökkenésével egyidejűleg fog reményeink szerint viszonylag gyorsan a harmadik hullám is visszahúzódni, és ha kellően gyorsan tudunk oltani, ha kellően sok oltóanyagot szerzünk, és hogyha kellően sokan regisztrálnak és oltatják be magukat, akkor negyedik hullám már nem lesz. Ezért azt mondhatjuk, hogy ugyan most már 2,5 év, 1 év van mögöttünk, de most már nem években és fél években, hanem még talán nem is hónapokban, hanem hetekben és napokban kell számolni azt az időt, amíg eljutunk oda, hogy az intézkedésekkel lazítani lehessen, és eljutunk oda, hogy már ne kelljen azzal reálisan számolni, hogy hasonlóan drámai módon újabb hullámokban tér vissza a vírus. A nyitás érdekében indítottuk azt a konzultációt is, amelyet interneten keresztül nagyon sokan töltöttek ki. Soha interneten ennyien konzultációban még nem vettek részt. Ezt ma este 8 órakor lezárjuk, az eredményeket pedig a hétvégén nyilvánosságra fogjuk hozni. Közel vagyunk ahhoz, bár a járvány harmadik hullámának a csúcsa közelében vagyunk, de abban bízunk, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy majd a nyitást is megkezdhessük. A konzultáció alapján fogunk dönteni az újraindítás és a nyitás lépéseiről. A konzultáció alapján fogunk arról is dönteni, hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogosítványokat kapcsoljunk. Azt tudjuk mondani, hogy a védettség szempontjából továbbra is az a legfontosabb, hogy a leginkább veszélyeztetettebbek, legveszélyeztetettebbek, a legidősebbek, illetve azok, akik valamilyen krónikus betegséggel küzdenek, legyenek védettek, legyenek beoltva. Ezért helyes az oltási stratégiánk, ezért helyes az, hogy az oltási tervben azokra kerül először sor, akik legveszélyeztetettebb csoportokba tartoznak.
több lépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, akkor is, hogyha ma az adatok még az újraindításra és a nyitásra nem adnak okot. Azt szeretnénk, hogyha objektív számokkal lehetne meghatározni, hogy mikor tudunk nyitni. A nyitás számait az oltottság mértékéhez, tehát majd a beoltottak számához fogjuk kötni. Holnap ülésezik az operatív törzs a miniszterelnök részvételével, ezt követően a miniszterelnök a Kossuth Rádióban fogja bejelenteni a következő hetekre vonatkozó terveket, intézkedéseket. Amit most tudunk még mondani, hogy a vakcinabeszerzés szempontjából kulcsfontosságú, hogy minden vakcinára szükség van, ezért szereztünk be az Európai Unión keresztül, és ezért szereztünk be nyugatról is vakcinákat. Ma a beoltottak száma Magyarországon, hogyha az első oltást nézzük, akkor 1.441.706, ez volt a tegnap esti adat, és már második oltásban is részesült 421.915 ember. A védettségi igazolványoknak a postázása is folyik, a már legyártott védettségi igazolványok száma az 1.440.000, fertőzésen átesettség miatt 321.000, az oltottság igazolására pedig 1.119.000 igazolvány szolgál. A postázás szempontjából pedig már postán van összesen 1.260.000 igazolvány, tehát arra lehet számítani, hogy aki akár betegségből épül fel, akár megkapta az oltást, ezt követően rövid időn belül, a jelenlegi gyakorlat szerint egy héten belül mindenki az oltást is, vagy mindenki a védettség igazolványt is megkapja postán. Ami a vakcina ütemezést illeti, tárgyalunk továbbra is mindenkivel, aki áprilisban és májusban tud vakcinát hozni Magyarországra. Vannak további ilyen lehetőségek, de konkrétan akkor fogjuk bejelenteni ezeket, hogyha szerződést kötöttünk, és látjuk előre, hogy mikor érkeznek ezek a vakcinák. A kínaiak előbb teljesítenek, azt tudjuk mondani, hogy ők eddig is a szerződéses határidőnél előbb küldték az oltóanyagot. Az oroszok pedig a februári lemaradást ígéretük szerint március végéig teljes egészében behozzák. Az európai vakcinák közül az AstraZeneca-val kapcsolatos bizonytalanságok a mai nappal reményeink szerint véget érnek. Szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy a WHO véleménye szerint ez egy megbízható vakcina, és ma az Európai Gyógyszerügynökség is nyilatkozni fog, ha jól tudom, ma délután 3 órakor ezzel kapcsolatosan. Az AstraZeneca-val kapcsolatosan felmerült bizonytalanságok ellenére is úgy látjuk, és minden szakember ezt erősíti meg, hogy az oltás védettséget nyújt, és egyébként komplikációval nem jár, mellékhatásokkal nem jár. Természetesen minden egyes olyan esetet, ami az oltást követően valamilyen komolyabb egészségügyi probléma fellépését illeti, azt alaposan megvizsgálnak, de miután több millió embert oltanak be azt a zenekával, ezért ezután fellépő mellékhatások, vagy akár súlyosabb komplikációk, vagy akár haláleseteket ki kell vizsgálni, de úgy látjuk, hogy ezeknek a mértéke olyan szerény és olyan kevés, hogy nem lehet azt feltételezni, hogy a súlyosabb esetek és az AstraZeneca oltás között összefüggés lenne. De miután ez egy szakmai kérdés, ezért a magyar gyógyszerügyi hatóság is ezt vizsgálja, és az európai gyógyszerhatóság is 2 vagy 3 napja folytat vizsgálatot, és ezzel kapcsolatos megállapításait ma nyilvánosságra fogja hozni. Magyarország csak ellenőrzött és biztonságos vakcinákkal volt. Szeretném eloszlatni azt a félreértést, hogy ne oltanánk el egy héten belül minden olyan vakcinát, ami Magyarországra érkezett és az ellenőrzésen átesett. 2 esetben van különbség a beérkezett vakcinaszám és az eloltott vakcinák között. Az első az az, hogyha egy biztonsági ellenőrzés még nem ért véget, tehát a beérkezett vakcinákat is, keleti vakcinák esetén, oroszt is, kínait is a Nemzeti Népegészségi
központ megvizsgálja, ez néhány napot igénybe vesz. A másik pedig, hogy miután szigorú szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy hány napon belül kell a második oltást beadni, ezért, hogyha addig garantáltan nem érkezik szállítmány, akkor a második oltást félre kell tenni. Tehát minden olyan oltást, ami Magyarországra érkezik, ellenőrzött, és nem kötelező félre tenni második oltásra, azt egy héten belül eloltjuk. Ennek megfelelően azt reméljük, hogy júniusig, vagy akár már májusban a magyar lakosság teljes átoltottsága elérhető. A célunk az az, hogy a rendelkezésre álló vakcinák ehhez elegendőek legyenek, miután egyre nyilvánvalóbb, és már a nyugat-európai kritikák is ezt erősítik meg, hogy Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést, ezért van szükség keletről jövő vakcinákra is. Magyarországon úgy látjuk, hogy körülbelül a fele a rendelkezésre áll a beadott, és a jövőben rendelkezésre álló vakcináknak is valamivel több, mint a fele keleti vakcina lesz. Ugyanakkor semmilyen komplikáció ezekkel kapcsolatosan nem merült föl, és védettséget nyújtanak, úgyhogy úgy látjuk, hogy érdemi különbség egyébként a Magyarországon elérhető, ellenőrzött és beadható vakcinák között nincsen. Még egyszer szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy most már ezt a néhány nehéz napot, esetleg hetet, ami előttünk áll, azt összefogva és szabályokat betartva próbáljuk meg elviselni, és azt követően olyan nyitásra kerülhet sor, ahol az oltottság mértékének növekedése miatt többé már nem kell zárni. Következzenek tehát a kérdések. Először a Magyar Nemzet kérdései jönnek. Mi a szakértők álláspontja az oltások és a korábbi megbetegedések révén? A lakosság mekkora hányada lehet védett a vírussal szemben, és az ő immunitásuk mennyire lassíthatja le a járvány terjedését? Lehet-e már arra következtetni, és ha igen, akkor mekkora biztonsággal, hogy mikor tetőzik a harmadik hullám? A szakértők véleménye az, hogy a harmadik hullám csúcsának a közelében járunk, hogy ez azt jelenti, hogy néhány nap vagy egy hét múlva következik be, erről megosztanak a vélemények, de a mai legpesszimistább előrejelzések is azt mutatják, hogy legkésőbb március végéig a harmadik hullám eljut a tetőpontjára, és ezt követően pedig radikális csökkenésnek fognak indulni a számok, ami annak is köszönhető, miután folyamatosan oltunk, ezért a védettség egyre jelentősebb, és az fog főleg áprilistól látszani a számokban, hogy miután a legveszélyeztetettebb korosztály jelentős része beleszóltva, azt tudjuk mondani, hogy most a 65 év felettieknek körülbelül a regisztráltaknál a felét sikerült beoltani, és több mint kétharmada a 65 év fölöttieknek regisztrált, ezért ez is csökkenteni fogja érdemben a megbetegedéseket, és különösen a halálozások számát. Azzal kapcsolatosan spekulációk vannak, hogy megbetegedés miatt hány százaléka vált védetté a lakosságnak. Azt tudjuk, hogy több mint 500 000 kapták már el a koronavírust Magyarországon. Ők egy ideig védettek, attól függő, hogy a test mennyi ellenanyagot termel, mennyi antitestet termel. Azt feltételezzük, hogy 6 hónapig ilyenkor a védettség fennáll. Vannak egyedi kivételek, de főszabályszerűen ez igaz. Hogy mennyien vannak, akiknél nem járt olyan tünetekkel a vírus, hogy teszt is kimutatta volna, vagy orvoshoz fordult volna az, aki egyébként a vírust elkapta, ezzel kapcsolatban különböző becslések vannak. A látencia 4-szerestől 10-szeresig bármi lehet. Azt a vírus való ismerkedés időszakában már jeleztük, hogy a koronavírus rendkívül sunyi betegség és hihetetlen mértékben próbára teszi a szervezetet azoknál, akiknél vagy más betegség van, vagy pedig gyengébb a szervezet, de nagyon sokan úgy kapják el a vírust, hogy egyébként nem is tudnak róla, és semmilyen tünettel nem jár. Ezért nagyon nehéz azt megmondani, hogy a látencia mértéke mekkora. Még egyszer mondom, a szakértők véleménye alapján lehet 1,5-2 millió embertől akár 5 millió is, aki Magyarországon ezt már elkapta. Hogyan és milyen kormányoknak segít a vakcinaszerzésben Magyarország? Érdeklődtek-e, és ha igen, akkor melyik államokat tapasztalatainkról? Nagyon sokan érdeklődtek, az uniós tagállamok több mint egy harmada, de hogyha ők nem adnak erről tájékoztatást, akkor mi nem fogunk adni, mindenkinek szívesen segítünk. A
szlovák szomszédainknál ez nyilvánosságra is került, hogy ott mi segítkeztünk abban, hogy ők is a Sputnik vakcinát be tudjanak szerezni. Hogy ez milyen jó döntés volt annak idején, ne felejtjünk el, mennyien támadták itt a belpolitikában és egyébként külföldön is. Most ott tartunk, hogy ma három német tartományi miniszterelnök nyilatkozott arról, közt a szélső baltól a jobb oldalig, hogy feltétlenül szükséges a Sputnik beszerzése, és úgy tűnik, hogy az EMA is, tehát az Európai Gyógyszerügynökség is el fogja ismerni és engedélyt fog adni a Sputniknak az európai használatára. Ahogy a kínaira is azt tudjuk mondani, nem csupán egy jó vakcina, hanem a legtöbb szakértő véleménye szerint a különböző vírus mutációkkal szemben a legteljesebb érettséget a kínai adja. Magyar Hírlap kérdése jönnek. Mi a hivatalos álláspontjuk arról, hogy a fővárosi törvényszék arra kérte az Alkotmánybíróságot, tegyék semmissé az egyetemi modellváltást biztosító törvényt? Kormánynak nincs feladata az ügyben. Bármely bírónak joga van felfüggeszteni az előtte folyó eljárást és Alkotmánybírósághoz fordulni, ilyenkor az Alkotmánybíróság 90 napon belül döntést hoz, a kormány pedig tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság határozatait. Bújhat-e jövő tavasszal mentelmi joga mögé a milliárdos csalással vádolt Ceglédi Csaba? Reméljük, hogy nem lesz olyan párt, ami lehetőséget ad arra, hogy egy korábban már bűncselekményért elítélt, jogerősen elítélt személy, aki ellen most is adócsalás miatt büntetőeljárás folyik, egyébként egy párt színeiben elinduljon. Tudjuk, hogy a baloldalon van hajlam arra, hogy elindítsanak olyanokat, akiket korábban jogerősen bűncselekményért a bíróság elítélt, különösen ráadásul közpénzekkel való visszaélésről, adócsalásról, közter meg nem fizetéséről volt szó ezekben az esetekben, alig ha fér ez össze bármilyen közéleti szerepvállással. Úgy tűnik ma, hogy a baloldalon összefér, de ezt meg fogjuk látni, hogy indítják-e az illető urat vagy sem. A Hír TV kérdései következnek. Mi a kormány álláspontja a Fekete Győr András kijelentéséről, amely szerint egyes jobboldali újságírókat egy időre el kellene tiltani a szakma gyakorlásától? Hogyan egyeztethető össze egy ilyen elképzelés a sajtószabadság fogalmával? Nem egyeztethető össze, de nincs ebben semmi meglepő. Többször elmondtuk már, hogy azokat az alkotmányos kereteket, amelyek 89-90-ben kialakultak, és ennek az országnak szabadságot hoztak, az ellenzék nem tartja tiszteletben, sem tettekben, sem szavakban. Elég a gyülekezési jogából tiprására, szemkilövetésekre és erőszakos fellépésre gondolni Gyurcsány Ferenc kormányzásának időszakában, vagy elég éppen a Momentum különböző politikusainak a szélsőséges nyilatkozataira gondolni. A kormány szerint milyen adatokat kellene rögzítenie egy egységes európai COVID útlevélnek, illetve elfogadható-e bármilyen különbségtétel a vakcinák között, ha esetleg a védettséget igazoló okmány bizonyos engedményekre jogosít a jövőben a koronavírus terjedését akadályozó intézkedések hatája alól? Mi egy álvitának tartjuk az igazolványjal kapcsolatos vitát, mert Brüsszeltől senki nem igazolványt vár, hanem vakcinát várnánk. Úgyhogy jó lenne, hogyha Brüsszel az aktivitását azt ezen a területen élné ki. Lehet egyébként közös igazolványt is gyártani, semmi akadálya annak, hogy ilyen legyen. Most ott tartunk egyébként, ha valaki ebben az időszakban éppen ez iránt érdeklődik, hogy egy úgynevezett együttdöntési eljárással elfogadandó jogszabálytervezetet javaslatot a bizottság. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy minden vakcinát elismerjenek, és kötelezővé teszi, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által hitelesített vakcinákat elismerjék. De miután egy ilyen eljárás az, ha nagyon gyorsan halad, akkor is 2 hónap, ami azt jelenti, hogy május végére lehet eredménye. Mi azt reméljük, hogy addigra Magyarország túl lesz a nehéz szakaszán a vírus elleni védekezésnek, és az oltottság mértéke miatt a kérdés már nem lesz aktuális. Tehát szerintem egy áll problémával és egy áll cselekvéssel van dolgunk. Az lenne jó, hogyha Brüsszel, a bizottság arra koncentrál, hogy vakcinákat szerezzen. Az ATV kérdései következnek. Miniszter úr, mikorra teszi a harmadik hullám tetőzését? Húsvétra jöhet-e a felélegzés, vagy csak május közepére? Ma nagyon nehéz megjósolni pontosan, hogy a felélegzés mikor jöhet, és mit jelent a felélegzés, mert természetesen, hogyha a teljes nyitást, a fesztiválok helyreálltát, akkor az valószínűleg csak
nyártól lehetséges, de jelentős enyhítő intézkedések, nyitás az szerintem néhány héten belül elképzelhető. Azt tudjuk ma mondani, hogy a szakértők szerint legkésőbb március végén a harmadik hullám tetőzni fog, de az is lehet, hogy már ennél korábban. Szerdán 10.284 koronavírusos beteget ápoltak a kórházban, közülük 1.128-an voltak lélegeztetőgépen. Mi a felső határ a covidos kórházi intenzív ágyak, a lélegeztetett koronavírusos betegek esetében a kormány szerint? Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a rekordszám 1.400 lélegeztetett lesz. E fölött bírni fogja az egészségügyi rendszer az ellátást, vagy szükség lesz speciális intézkedésekre? Hány orvost, ápolót kellett eddig átvezényelni? Minden speciális intézkedést meghoztunk, medikusok, rezidensek is éppen ezért csatasorba álltak, és biztosítható jelenleginél lényegesen nagyobb kapacitás is. A kormányinfo elején ismertettem a kapacitási adatokat, azt tudjuk mondani, hogy 2,5-szer ennyi lélegeztetésre szoruló beteg esetén is van elegendő kapacitás, és szabad ágyak is állnak rendelkezésre, és hogyha egyébként kellenének, akkor még ennél több ágy kialakítására is megvannak a katasztrófavédelemnek a tervei, de azt reméljük és úgy látjuk, hogy egyébként erre már nem lesz szükség. Születette olyan döntés, hogy megyénként regionálisan eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be. Tervez-e ilyen döntést a kormány Budapesten vagy Pest megyében, ahol szám szerint magas a fertőzöttek száma, vagy Nógrád megyében például, ahol a lakosság számhoz viszonyított eset száma legmagasabb? Nem tervezünk ilyet, országosan egységes védekezés van. Ez egy tegnap előtti álhír volt. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi időszakban a felelőssége mindenkinek nagy, kormánynak, ellenzéknek és a sajtónak is, ezért az álhírkeltés az fölösleges. Ha bárki a kormányzati tájékoztatási központot megkereste, és nem úgy járt el, mint például az Index, aki ezt megtette, és 15 perc múlva meg se várva a választ már a cikket is közölte, akkor kaphat választ, és világossá tettük már tegnap is. Én is igyekeztem ebben részt venni, hogy semmilyen területi, regionális lezárásra nem kell számítani, országosan egységes védekezés van. Miért utasítja vissza a kormány, ha ellenzéki önkormányzatok, például Szombathely polgármestere vagy Karácsony Gergely főpolgármester fölajánlja, hogy oltópontokat nyitnak? Mennyi vakcinának kell Magyarországra érkeznie, hogy újabb oltópontok nyitását elfogadják? Pillanatnyilag nem azért nem teljes a magyar társadalom átoltottsága, mert ne tudnánk oltani, hanem mert nincs elég vakcina. Tehát nem oltópontokra van, nem több oltópontra van szükség, hanem vakcinára. A jelenlegi oltópontokon is hétvégén napi 500 000 embert be tudnánk oltani. De még úgy sincs elég vakcina, hogy mi nem elégedtünk meg a brüsszeli vakcinabeszerzéssel, hanem ezt meg tudtuk duplázni a keleti vakcinabeszerzéssel. Azt reméljük, hogy április-májusra már lesz elég vakcina. Mi örülünk annak, hogyha települések közreműködnek az oltásokban, csak azt kérjük, hogy ez nem a politikai haszonszerzés ideje, tehát én örülök annak, hogy miközben Budapesten van több mint 700 oltópont, ami elegendő, működőképes, és az elmúlt hetekben jól is vizsgázott, a főpolgármester úrnak van még ötlete további 30 oltópontra, de mégis úgy érzem, hogy a helyzet súlyosságához képest ez egy nem méltó politikai akció. Szívesen egyeztettünk a főpolgármester úrnak is, a miniszterelnökség György István államtitkár úr személyesen adott hosszú tájékoztatást. Ő is ezt megnyugtatónak nevezte, tehát minden polgármester úgy járul hozzá a védekezéshez, ahogy akar, de hogyha valaki csak azzal tud hozzájárulni, hogy újabb oltópontokat ajánl fel, miközben nem az oltópontból van kevés, hanem vakcinából, az olyan sokat nem tudunk kezdeni. Az érettségiztető tanárokat beoltják-e soron kívül, ha kérik? Egyenlőre a legveszélyeztetettebb, legidősebb korosztályt oltjuk be. Úgy látjuk egyébként, hogy az érettségi időszakára elég sok oltás lesz ahhoz, hogy a tanárok közül is mindenki, aki idősebb, de akár középkorú is az oltást megkaphatja. Úgyhogy az életet kell menteni, ez az első számú parancs ebben a helyzetben, ahhoz a legidősebbek beoltása szükséges. Az érettségik pedig májusban és júniusban vannak. Az igazságszolgáltatás tagjai, bírák, ügyészek kaptak-e már oltást?
Igen, és ott azért fogadtuk el az igazságszolgáltatás részéről érkező megkeresést, mert vannak olyan funkciói a bíróságnak, mi nem állhatnak le. Tehát a bűnözőket előzetes letartóztatásba kell helyezni, erről bírósági döntés szükséges. Ezekben az esetekben személyes jelenlét nem, vagy a legtöbb esetben nem elkerülhető, tehát vannak olyan igazságszolgáltatási funkciók, amik nem állhatnak le. Ráadásul itt összesen bírákat és ügyészeket együtt számítva 4500 ügyész és bíró van Magyarországon, tehát azt mondhatjuk, hogy ez még a jelenlegi vakcinállomány mellett is egy rendkívül csekély számú vakcinát igényelt, viszont egy rendkívül fontos állami feladatellátás folyamatosságát biztosítja. Az RTL Klub kérdései következnek most. Mikorra döntenek arról, hogy az oltási igazolással rendelkezők mentesülhessenek a korlátozások, például a karantén szabályok vagy a kijárási tilalom alól? A tervek szerint mik lesznek ezek a kiváltságok? Ma este 8-kor az újraindításról szóló online konzultáció lezárul. Ezeknek az eredményét ismertetjük a hétvégén, és ennek megfelelően fogunk egy nyitási tervet a következő időszakban, napokban ismertetni. És ennek része lesz az is, hogy milyen jogosítvány társul a különböző az oltási igazolványhoz, tehát a védettség esetén mit tudunk megtenni és mit nem. Ez egy nehéz kérdés, társadalmi is nehéz kérdés, hiszen könnyű belátni, hogy elvileg senkinek nem lesz attól jobb, hogyha a másik, aki be van oltva, már szabadabban mozog, de ne csodálkozzunk, hogyha sokan úgy érzik, hogy méltánytalan, ha valaki más már szabad, közlekedhet, szállodába mehet, miközben ő is regisztrált az oltása, és ő még nem kapta meg. Tehát ez egy nehéz társadalmi lélektani kérdés. Én szerintem a helyes kiindulási pont az az, hogy nekem attól nem lesz rosszabb, hogyha másnak jobb lesz, de nincs még ebben döntés. Megvárjuk a konzultáció végeredményét, a konzultáció végeredményét ismertetni fogjuk a hétvégén, és ennek alapján fogjuk a nyitási tervet kidolgozni, ami pontosan fogja tartalmazni azt, hogy az oltási igazolványhoz milyen jogosítványok társulnak. Azok, akik a rendelet megjelenése előtt kaptak oltást, hogyan jutnak hozzá az oltást igazoló kártyához? Kérvényezniük kell-e, és ha igen, akkor hol? Nem kell kérvényezni, ők is megkapják postán. Pontosan milyen fajta adatbázis alapján zajlik a vakcina igazolványok kiállítása, hány fajtája létezik? Az, hogy van-e érvényességi idő továbbra is, attól függ, hogy valaki oltást kapott-e vagy átesett a betegségen? Hogy lehet, hogy egy korábban a betegségen átesett szemét beoltottak múlt héten, és most egy májusig érvényes vakcina igazolást kapott? Kapni fog-e egy újabbat majd az oltás alapján is? Hogy lehet, hogy olyan is kapott igazolást, aki sem vakcinát nem kapott, sem beteg nem volt, illetve eddig összesen hány vakcina igazolást küldtek ki? Ebben a témában rengetegen kérdeztek, most ezt így igyekeztem összefésülni, még az Infostart, a növekedés.hu, a Telex több kérdés és az Azonnali is erre a témára vonatkozott. Igen, igyekszem pontosan is minden kérdésre válaszolni, tehát van egy úgynevezett EST, ez az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér. Ez egy olyan informatikai fejlesztés következtében előállt adatbázis, ami valamennyi egészségügyi adatot tartalmaz. Ha valakit beoltanak, akkor az ebbe a rendszerbe bekerül, és ennek alapján mindenki automatikusan postai úton megkapja a védettségi igazolást. Az érvényességi időnél, hogyha valaki oltást kapott, és a védettség az oltás következtében állt elő, akkor nincs határideje az igazolványnak. Meglátjuk egyébként, hogy meddig adnak az oltások védettséget. Itt is különböző szakértői feltételezések vannak. Azt mondhatjuk, hogy fél évnél tovább. Lehet, hogy egy évig, lehet, hogy két évig. Ezt meglátjuk, de az elég hosszú ideig ad védettséget ahhoz, hogy, és viszont meg nem, pontosan ma még meg nem határozható ideig ad védettséget ahhoz, hogy ott érvényességi időt nem tüntetünk föl. A kelteiből világos, hogy az illető az oltást kapott, és az is, hogy ezt mikor kapta. Hogyha valaki elmegy, hogyha valaki beteg volt, és ezért élvez védettséget, akkor a betegség végétől számított fél éven áttart a védettség, és ezt a dátumot ebben az esetben érvényességi időként a vakcina igazolvány tartalmazza. Amit a legkevesebben tesznek, hogyha valaki ugyan nem tud arról, hogy beteg volt, de mint az előbb említettem, a látencia magas, tehát sokan lehettek úgy betegek, hogy ennek nem voltak tudatában, és antitestek képződtek a szervezetében, és elmegy egy vérvételre, és a vérvétel igazolja azt, a laboratóriumi vizsgálat igazolja azt, hogy antitestek vannak a szervezetében, akkor 4 hónapos érvényességi idővel neki is kiállítják ezt a védettségigazolványt.
Az adatok ezért aztán össze vannak fésülve, és azt tudjuk mondani, hogy előállhat természetesen olyan helyzet, hogy valaki kap egy vérettségigazolványt, mert beteg volt mondjuk tavaly novemberben, majd beoltják, és kap egy újabb vérettségigazolványt. Ez az alkalmazás szempontjából nehézséget nem jelent, hiszen ez névre szól, és az egyiknek lesz egy érvényesség ideje, ami a betegség végétől számított 6 hónap, a másiknak, ami az oltás miatt kapott, pedig nem. Tehát a kettővel nem tud semmilyen formában visszaélni, de a legegyszerűbb ezeknek az előállítása az ezen elvek mentén. És így aztán úgy gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha mindenki gyorsan hozzájut a vérettséget igazoló okmányhoz. Miért nem beszélhetnek szabadon orvosok, ápolók, kórházvezetők arról, hogy mit történik pontosan a COVID osztályokon? Én naponta sokkal több orvost, kórházi vezetőt látok nyilatkozni, mint életemben valaha, ami a vírus természetéből adódóan érthető. Tehát úgy gondolom, hogy ez helyes és indokolt. Azt viszont nem tartanám helyesnek, hogyha különböző tévétársaságok a kórházakban egy sajátos katasztrófa turizmusként nehezítenék az ott folyó munkát. Hányan vannak intenzív osztályon? Sokszor fölmerül ez a kérdés, és most próbálunk is ilyen adatot is létrehozni, de miután az intenzív ellátást a gyakorlatban koronavírusnál az igényel, aki lélegeztető gépen van, ezért közöljük mindig ezt az adatot. Most megpróbálunk ilyen adatot is előállítani, mert látjuk az ez iránti érdeklődést, de nagyon nem járunk messze a valóságtól, hogyha azt mondjuk, hogy ma igazán a klasszikus értelmet intenzív ellátást az igényel, aki lélegeztető gépen van. De megpróbálunk ilyen adatot előállítani, és hogyha meg lesz, akkor jövő héten közelni fog. A MOK és a MOSZ is nyilatkozott arról, hogy már rangsorolják a betegeket egyes kórházakban, hogy kit küldjenek intenzívre. Miért kommunikálja a kormányzat, hogy ez nem igaz? Azért, mert nem igaz, tehát egy hazugság. A helyzet az, hogy nyilván olyan értelemben rangsorolni kell, hogy kit küldenek intenzívre, lélegeztetőgépre, hogy kinél vannak olyan tünetek, ami indokoltá teszi ezt, de vannak szabad ágyak, tehát az ágykapacitás és a humán kapacitás is rendelkezésre áll, úgyhogy ez az állítás nem igaz. Többször kértük az orvosi kamarát, hogy tartózkodjon ilyen jellegű vélemények, vádak és megalapozatlan álhírek megfogalmazásától és terjesztésétől. Mitől függ, hogy kik kaphatnak Pfizer vagy Moderna vakcinát, és kinek ajánlanak kínai vagy orosz oltást? Igaz az, hogy a házi orvosok külön listán kapják azoknak a nevét, akik csak kínai oltást kaphatnak, és egy külön listán vannak azok, akik Pfizer vagy Moderna vakcinát? Nem igaz, hazugság, semmi alapja nincs az állításnak. Természetesen, ahol több vakcina rendelkezésre áll, ez inkább a kórházi oltópontokon van, ott lehet választani, és akkor mindenki azt kapja, amit kér, de miután mindegyik vakcina biztonságos, beadható, megvizsgálta a Magyar Gyógyszerügyi Hatóság, ezért senkinek nem kell attól tartani, hogyha bármelyik vakcinát kapja, akkor súlyos mellékhatásokkal járna. Minden orvos elmondja, akiben minimális tisztesség van, az nem kérdőjelezi meg, hogy a legrosszabb vakcina is lényegesen kevésbé veszélyes, mint maga a betegség. Tehát mi figyelünk arra, és a hatóságok ezért végeznek szigorú vizsgálatot, és ezért vizsgálnak meg minden szállítmányt, akár 5-6 napig is, hogy ne csupán egy elvi engedély legyen egy-egy vakcinára, hanem konkrétan azt az oltó anyagot is, ami Magyarországra beérkezik, minden esetben vessék alapos vizsgálat alá. Ez megtörténik, tehát ezekben a vakcinákban lehet vízni, és az pedig szemenszedett hazugság, hogy a szerint bármilyen lista lenne, hogy ki milyen vakcinát kaphat. Szerintem az, hogy a köztársasági elnök és a miniszterelnök is kínai vakcinával oltatta be magát, az jól bizonyítja, hogy minden vakcinában meg lehet bízni. Mennyibe kerül a kormány Airbus A330-as szállítógépének egy kínai út? Körülbelül 70 ezer euróba. Hogyha béreltünk gépet, tavaly ugye ezt tettük, akkor hiszen még nem állt rendelkezésre a szállítókapacitás, akkor az 200 000 euró fölött volt valamivel. Úgyhogy ebből látszik, hogy egy harmada, hogyha a saját kapacitással hozzuk be, tehát saját repülőgéppel, saját szállítógéppel hozzuk be a vakcinákat. Hozzátéve, hogy itt az anyagiak most tényleg másodlagosak, hiszen az oltóanyaggal emberi életeket tudunk megmenteni. A heti tévé kérdése jön. Az orvoskamara vezetői szerint vannak gondok az oltási rendszerrel. Mennyire igaz ez? Egyeztetnek-e az orvosokkal az esetleges hibák kijavítása miatt?
Természetesen folyamatos az egyeztetés, és folyamatosak a visszajelzések is. Amikor több millió embert szeretnénk beoltani, és azt reméljük, hogy május közepéig, végéig, vagy legalábbis júniusig mindenki, aki oltást szeretne kapni, az legalább az első oltást meg tudja kapni, akkor nyilvánvaló, hogy egyesekben lehetnek nehézségek, hibák, időnként várakozás. De összességében azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, hogy egy nap 50-60 ezertől 150 ezerig adunk be oltásokat, jól működik az oltási rend, jól szervezett az egész oltási program, és csak köszönetet tudunk mondani azoknak a házi orvosoknak, oltópontokon szolgáltott teljesítő orvosoknak és védőnöknek, akik ebben közreműködnek. Azt reméljük, hogy azzal a kellemes gonddal kell majd szembesülnünk néhány hét múlva, hogy nagyságrendileg több oltóanyag áll rendelkezésre, és azt kell majd eloltani. Magyar Fórum kérdései következnek. Az Európai Bizottság lépni fog, ha az a kérdés, hogy a nemzeti törvények és döntések megfelelnek-e az uniós szabályoknak, szögezte le Vera Jurova cseh biztos az Európai Parlamentben a sajtószabadság magyarországi, lengyelországi és szlovéniai helyzetéről folytatott vitában. Azért miért nem akar lépni a bizottság, hogy a német újságcikkek német média személyiségek szerint nem a realitást ábrázolják, hanem a mindenkori újságíró világnézetét hírbe, interjúba vagy riportba csomagolva. Itt a kérdező a Bild Zeitung parlamenti irodájának egy befolyásos vezetőjének a kritikáját, a Welt és a Weltam Sonntag korábbi főszerkesztőjének és kiadójának kritikáját, illetve Giovanni Di Lorenzo főszerkesztőnek a New York Times-nál uralkodó állapotokról szóló kritikáját is említi. Vera Jurova az említett esetekben miért nem kéri számon a lakosság megfelelő tájékozottságát, mi a helyzet például Németországban a média pluralizmussal? Miközben az Európai Bizottság, még egyébként a németek szerint is, akik sosem merik a bizottságot kritizálni, elrontotta a vakcinabeszerzést, aközben az általunk personon grátának tekintett Vera Jurova biztos különböző országokkal szembeni fellépést tervez. Tehát a védekezést nem segítik, vagy megnehezítik, a vakcinabeszerzést elrontják, és közben országokat vegzálnak. Nyilvánvaló, hogy Vera Jurova teljesen alkalmatlan arra a bizottsági tisztségre, amit betölt, az is nyilvánvaló, hogy gyűlöletet érez Magyarország iránt. Ennek a gyűlöletnek az elsődleges oka, hogy a magyar választópolgárok a szerinte helyes választ 4 évente nem találják el a választásokon. Mi ezzel együtt tudunk élni. Nem is tartunk vele külön kapcsolatot, tehát azt jeleztük, hogy a magyar állam nem létezőnek tekinti őt, mint uniós biztost, ahol feltétlenül többi országgal közösen muszáj vele kapcsolatot tartani. Ott ezt megtesszük, de semmilyen magyar tisztviselő, kormány tisztviselő Vera Jurovával találkozni sem hajlandó. Örülnénk, hogyha a magyar gyűlöletén sikerülne túltennie saját magát. A német sajtónál pedig jogos vita az, hogy szabad-e egyáltalán a német sajtó. Szerintem nem, de az biztos, hogy kiegyensúlyozatlan, és az is biztos, hogy nem olyan sokszínű, mint Közép-Európában, és különösen Magyarországon a sajtó. És megengedett egy olyan fajtája és módja a propagandának, ami a legrosszabb időket idézi. Utolsó példa erre a Deutsche Welle-nek a magyar adása, ami után még a Deutsche Welle főszerkesztő is kénytelen volt elnézést kérni. Tehát azért Németországból a teljesen megalapozatlan, minden valóság alap nélküli antiszemitizmus vádakat nem szívesen fogadjuk. Karácsony Gergely a Facebookon kiváló amerikai kapcsolatával dicsekszik, állítólag tartalmas megbeszélést folytatott Mark Dillarddal, a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjével. Vajon eszébe jutott-e a kárpátaljai magyarok alapvető jogai ellen elkövetett ukrán jogsértésekről beszámolni? Nem vettünk részt a beszélgetésen, ezért nem tudjuk, de mi is örülünk annak, hogy a főpolgármester találkozott a budapesti amerikai ügyvivővel, és ehhez gratulálunk is. Az Infostart kérdései következnek. Kötelezővé válhat-e az FFP2-es szájmaszk, látva a romló járványadatokat? Milyen további intézkedések várhatóak a járvány elszabadulása esetén? Soha nem volt olyan terve a kormánynak, hogy az FFP2-es, 3-as vagy bármilyen maszk fajtát tegyen kötelezővé. A maszkviselés az, ami kötelező, de bármilyen maszk megfelel az előírásoknak, és nem is fogunk ezen változtatni.
Tervezik-e szigorítani vagy lemondani a magyarországi nemzetközi sporteseményeket, miután a buborékba rendezett hétvégi vívó világkupán 8-an is megfertőzöttek? Vannak nemzetközi rendezvények, sportrendezvények is, amiket lemondtunk, és van, ahol a szervezők gondoskodnak arról, hogy ezt biztonságosan lehessen megtartani. Miután a szabály az egyértelmű, hogyha valaki ma mondjuk egy olimpiai kvalifikációs versenyre Budapestre jön, akkor a szállodában lakik, és csak a versenyen vesz részt. Ezért, hogy ezek a sportolók magyar embereket megfertőzzenek, ez a veszély gyakorlatilag nem létező, vagy egészen minimális. Tehát ehhez képest mondjuk az ingázás, amit megengedünk, hiszen nagyon sokan dolgoznak a határmenti térségekben, vagy Magyarországon, vagy magyarok külföldön, ez lényegesen nagyobb kockázatot jelent. Úgyhogy azokat a sportversenyeket, amiket pillanatnyilag engedünk megtartani, ez néhány európai verseny, vagy pedig olimpiai kvalifikációs verseny. Ott a fertőzés kockázata az lényegesen csekélyebb, mint egyébként más ma is megengedett munkavállalás miatt szükséges határon való átjárásnál. Aki már belekezdett a lakásfelújításba, de a szolgáltatások leállása miatt várhatóan kívül esnek az előírt 60 napos határidőn, annak lesz-e hosszabbítási lehetősége? Ez a határidő is a vészhelyzet lejártától számított 30 napig meghosszabbodik. Tehát egyelőre senkinek nem kell aggódnia. Mikor kezdenek oltani a Janssen vakcinájával? Hát, ahogy megérkezik, az a baj, hogy ezzel kapcsolatosan még nem kaptunk ütemezést az Európai Bizottságtól, illetve a gyártótól. Hogy áll a nyugdíjkötvény bevezetésének folyamata? Nem akarunk nyugdíjkötvényt bevezetni. Az Inforádió kérdései következnek. Milyen információk alapján tudta a miniszterelnök novemberben, hogy nagy baj lesz? És itt idézik a miniszterelnök urat. Én már novemberben láttam, hogy baj lesz ezzel a nyugati beszerzési rendszerrel, ezért rendeltünk meg 3,5 millió embernek elegendő keleti vakcinát. Ugye a bizottság sajnálatos módon titkosította a szerződéseket, a gyártókkal általa kötött szerződéseket, és ezért sem az ütemezést, sem ennek részleteit nem ismerjük, kivéve amikor ez mondjuk a német sajtóban nyilvánosságra kerül, mint ahogy az AstraZeneca vakcinabeszerzés kapcsán történt, ahol kiderült, hogy minden felelősséget a gyártó áthárít a Európai Unióra és annak tagállamaira, tehát semmilyen felelősséget az Unió által kötött szerződés alapján a gyártó nem vállal. A helyzet az az, hogy ezeknek a szerződéseknek tartalma titkos, amikor én ebből két oldalt nyilvánosságra hoztam annak érdekében, hogy világos viszonyokat teremtsünk egy belpolitikai vitában, mi az, amit megrendelt Magyarország, akkor ezért a bizottság hivatalos magyarázatot kért. Tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nyilvánosságra hozzunk olyan adatokat, amik szerintünk, és a magyar jog szerint, ami sokkal inkább támogatja az átláthatóságot, az európai szabályok, a magyar jog szerint ezek közérdekű adatok, de szerintük nem. Éppen ezért most adatokat nem tudok, vagy nem akarok újabb adatokat nyilvánosságra hozni, mert Brüsszel még újabb eljárást indít, de ha valaki megnézi azt, hogy a Pfizerrel például, ami a legnagyobb vakcinaszállító és a legmegbízhatóbb szállító a nyugati vakcinát gyártók közül, mikor kötött szerződést mondjuk Izrael vagy más Európai Unión kívüli tagállamok, és mikor kötött szerződést az Európai Unió, akkor ez önmagában igazolja a miniszterelnök szavait, hogy látszott, hogy itt baj lesz. Az Unió sok hónapos késedelmet szenvedett, vagy sokat késett a megállapodásokkal, és ezért vagyunk lényegesen rosszabb pozícióban. És miután ugyan az Európai ezt nem hozza nyilvánosságra, de Magyarország mindig is figyelte azt, hogy ki, mikor, milyen gyártóval szerződik, ezért valóban novemberben mi azt feltételeztük, hogy a késlegedésnek ára lesz, és Brüsszel késlegedésének valóban ára van most, ezért jó, hogy november végén már úgy döntöttünk, hogy keletről is kell vakcinákat beszerezni. Beoltották-e már a kormány tagjait, és ha igen, akkor milyen vakcinával? Ezelőtt 3 héttel jeleztem azt, hogy a operatív törzs és a kormány tagjainak az oltása megkezdődik, de miután egyesével nem kérdeztem végig a minisztertársaimat, azért csak azt tudom mondani, hogy a köztársasági elnököt és a miniszterelnököt kínai vakcinával oltották be, engem Sputnikkal. Reutersnek következik. Elsőről beszélünk, bocsánat.
Reutersnek következik egy hosszabb kérdése. A Reuters részéről azt kérdezik, hogy milyen tapasztalatai vannak az oltakozás során a hatóságoknak a roma lakosság, elsősorban az 1300 hazai szegregátum lakossága kapcsán. Azért fontos ez, írják, mert úgy tudjuk, a romák körében lényegesen nagyobb az oltás elutasítottsága, mint általában Magyarországon, viszont az 1300 roma szegregátum többségébe betört és jelentős mértékben fertőz a járvány harmadik hulláma. A kisebbségi ombudsman már a második hullám elején figyelmeztetett arra, hogy a központi kormányzatnak, tehát nem a helyi egészségügyi rendszernek és a házi orvosoknak, hanem a kormánynak és az NNK-nak extra erőfeszítéseket kell tennie ezeknek az embereknek az elérésére. Milyen típusú, kifejezetten a romákat és mély szegényeket célzó intézkedéseket tesznek, mi várható e téren? Online vagy postai regisztráció a roma szegregátumokban életszerűtlen. A romák közül sokan maguk is személyesen bonyolítható mobil regisztrációs szolgálatot tartanának megfelelőnek, hogy eljusson az oltás azokhoz, akik a legkiszolgáltatottabbak, a távolságtartásra és a karanténozásra legkevésbé felkészültek. Terveznek ilyesmit? Más jelentések is folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy a lakosság egészét érintő intézkedések a romák és mély szegények körében jóval alacsonyabb hatásfokúak lesznek, őket kiszolgáltatva a vírusnak. Vannak-e adataik arról, hogy a szegény negyedekben, szegregátumokban milyen fertőzöttségi helyzet van? Szemben Reuters, én nem gondolom azt, hogy a cigányok analfabéták lennének. Az valószínűleg igaz, hogy magasabb közöttük az analfabéták aránya, de az elmúlt években milyen kár, hogy a Reuters-ről sose számolt be, de a magyar kormány nagyon sokat tett azért, hogy a cigányság számára is a perspektíva az oktatás és a munka legyen, és ennek vannak is pozitív következményei, és a pozitív következmények azok egyébként most a regisztrációnál is nyilvánvalóan érzékelhetőek. A mobiltelefonok, amik természetesen internettel rendelkeznek, azok nagyon sok cigány számára is rendelkezésre állnak, és majd mobilon is lehet regisztrálni, de természetesen azért is kézbesítettük az idősebbeknek postai úton a regisztrációs formanyomtatványt, hogy postai úton is lehessen, és azt is többször elmondtuk, hogy a helyi önkormányzatok segítenek, tehát hogyha valaki a helyi önkormányzathoz bemegy és regisztrálni szeretne, akkor a önkormányzatok jó része ezt lelkiismeretesen és a segítségnyújtás szándékával ott helyben megoldja. Úgyhogy természetesen fontos az, hogy a magyarországi cigányság egyébként veszélyeztetett tagjai is be legyenek oltva, miután náluk a halandóság magasabb, és azért az átlag életkor alacsonyabb, ezért az ő korosztályukból viszonylag kevesebben tartoznak a cigányság közül az idősebb korosztályba, ezért az oltottak száma is kevesebb lehet, de az egy valóban fontos cél, és ezen a ponton a kérdező kérdésben foglalt állításáról egyetértünk, hogy amikor eljutunk oda, hogy a cigányság is tömegesen tud oltakozni, a fiatalabb korosztályba tartozó cigányemberekre is sor kerülne, hiszen lesz már elegendő vakcina, akkor fontos, hogy ők is minél többen oltsák be magukat, és ebben a regisztráció mellett, ami papír alapon is megvalósulhat az időseknél, és online alapon a fiataloknál, de rendelkezésre áll az is, hogy az önkormányzatok, helyi önkormányzatok ebben segítséget nyújtanak. A növekedés.hu kérdése következik. Az AstraZeneca oltással kapcsolatban itthon felmerültek különleges, a szokásosnál jelentősebb probléma, esetleg halált okozó mellékhatás. Halált okozó mellékhatásról nem tudok, tehát nem tudok olyan emberről Magyarországon, aki az AstraZeneca oltás miatt halt volna meg, sőt, olyat sem tudok, aki oltás után vesztette volna életét, és természetesen megvárjuk mi is a Európai Gyógyszerügynökség ma délutáni álláspontját, illetve az Egészségügyi Világszervezetnek is van egy álláspontja, és ezek eddig oltásra ajánlották az AstraZenecát, a mi tapasztalataink is ezek. Még egyszer mondom, lényegesen nagyobb kockázata van annak, hogyha valaki nincs beoltva, mint amilyen mellékhatásai bármelyik oltásnak, köztük az AstraZenecának is lehetnek. A HVG kérdései következnek most. A harmadik hullámban jóval többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen, mint korábban. Noha az országos adatok szerint van még durván 12-13 ezer szabad ágy, az nem derült ki, hogy ezek pontosan hol vannak. Van olyan kórház, amely már nem tud több COVID-beteget fogadni? Hát
nem szeretnék az egészségügyi irányítás részletkérdéseibe foglalkozni. Az operatív törzs naponta tart sajtótájékoztatót, ők be tudnak számolni arról, hogy a betegirányítás az hogyan zajlik. Azt tudjuk mondani, hogy nincs olyan térség, ahol komoly probléma lenne. Természetesen miután a fertőzés mértéke az nem azonos, jól látszik, hogy a brit mutáns, ami kutatások többsége szerint 8, illetve 9 tizedét adja most már a megbetegedéseknek. A brit mutáns a Szlovákiából jött, ezért az északi ország részben lényegesen magasabb a fertőzöttségi szám, és a kórházakban is ott van kevesebb szabad kapacitás. De ezt az országos kórházi főigazgatóság napi, sőt, mondhatni, percenként követi, és napi szinten tájékozódik, hogy bárhol, bármilyen intézkedésre szükség van-e. Tehát ha bárhol egy kórház betelik, és nincs több szabad kapacitás, akkor a beteg utat megváltoztatják. Egyelőre szerintem az megnyugtató, hogy több mint 10 000 kórházi ágy szabad, és hogyha szükséges, akkor további ágyakat is rendszerbe tudunk állítani. Ma mindenki azt mondja, beleértve a matematikusokat is, hogy nem lesz szükség ennél több ágyra. Az ő feltételezéseik szerint, hangsúlyozom, hogy a matematikusok feltételezése a kormánynak tudományos kérdésekben nincsen álláspontja, de a matematikusok feltételezése szerint 14 000-15 000-nél a kórházban ápolt betegek száma a harmadik hullám csúcsán sem várható, hogy magasabb lesz. De ha ennél magasabb lenne, akkor arra is van a kormánynak terve, és a katasztrófa védelem akár jóval 20 000 fölötti ágyat is, vagy ágyra vonatkozóan is tervekkel rendelkezik. Több önkormányzat arról tájékoztatott minket, hogy a kormánnyal való tárgyalások során felmerült egyes közszolgáltatások államosítása, többen említették a közétkeztetést. Mi pontosan a kormány célja, miért pont a közétkeztetést vennék magukhoz? Nem akarjuk magunkhoz venni a közétkeztetést, nincs ilyen szándék a kormánynak. A szépségiparban dolgozók közül sokakat hozott nehéz helyzetbe a lezárás. Látnak esélyt arra, hogy a jövő héttől akár szigorúbb szabályok szerint demunkába állhatnak. A jövő héttől még nem. Azt tudjuk, hogy a nagy hét ilyen szempontból a kis szolgáltatók számára különösen fontos. Pillanatnyilag a járványi helyzettől függ, hogy mikor tudunk változtatni a jelenleg hatályban lévő intézkedéseinken. A Telex kérdései következnek. Az operatív törzs hivatalos összesítésében már egy hete a megérkezett adagok között szerepelnek azok a kínai és orosz vakcinák, amelyekkel még nem lehet oltani, feltehetően azért, mert vizsgálja őket az NNK. Ugyanezek az adagok azonban a kormány adatszolgáltatásán alapuló európai összesítésben az ECDC adatai között még a szerdai állás szerint sem szerepelnek. Mi az oka ennek az eltérésnek? Véletően az, hogy csak a felszabadított vakcinák szerepelnek az egyikben, és a beérkezett, de még fel nem szabadított, tehát még a Nemzeti Népegészségügyi Központ által vizsgált oltások, azok nem szerepelnek benne, ez a szám szerinti különbség oka. Ha tavaly indokolt volt az, hogy ne tartsanak szóbeli érettségit, idén, amikor sokkal rosszabbak a járványügyi adatok, az érettségizők pedig sokkal hosszabb időt voltak kénytelenek online oktatásban készülni, miért nem látják egyelőre indokoltnak a szóbelik eltörlését? Nem aktuális a kérdés. Tehát természetesen az oktatási tárca úgy készül, vagy oktatási államtitkárság úgy készül, hogy az érettségit általános szabályok szerint le kell bonyolítani, de miután május elején és június elején kerülne sor először az írásbeli, majd a szóbeli érettségire, és abban ugye nincs vita, mert ha jól értem, akkor a vita az arról szól, hogy kell-e szóbeli érettségi, az június elején lesz. Azt reméljük, hogy addigra túl vagyunk a víruson, ha nem, akkor természetesen ennek megfelelő döntést fogunk hozni. Tehát biztonságos keretek között fogjuk az érettségit lebonyolítani. Van sajnos már egy év tapasztalatunk a vírussal. Ha valaki visszaemlékszik, hogy tavaly milyen pánikkeltés volt, hogy egyáltalán ne legyen érettségi, a kormány akkor úgy döntött, hogy írásbeli érettségit kell megtartani. Ez is helyes döntés volt, gond nélkül biztonságosan le tudtuk vezényelni. Most is azt tudom mondani, hogy biztonságosan le fogjuk tudni vezényelni az érettségit, és olyan érettségi lesz, ami biztonságosan lebonyolítható. Amennyiben a magyar kormány az idevágó kötelezettségének eleget téve úgyis elküldi az EU-s intézményeknek az oltási adatok részletezését, vagyis hogy melyik vakcinából mikor mennyit adnak be, akkor miért nem teszik ezt közzé a magyar embereknek is? Közzé tesszük, a vakcinák beérkezését is közzé tesszük, tehát
jövőre nézve az Európai Unió tiltja azt, hogy a szerződés részét képező ütemezéssel beszámoljunk. Tehát örülök az érdeklődésnek, javaslom, hogy Brüsszelhez forduljon a kérdező, hogy miért nem lehet a szerződéseket nyilvánosságra hozni, a szerződésben van világos ütemezés. Hogyha beérkezett egy szállítmány, akkor azt minden esetben a napi sajtót követve is bárki láthatja, hogy milyen oltóanyagból mennyi érkezett be. Mi a nyilvánosság pártján állunk, egyetértünk a kérdezővel, hogy felháborító az, hogy az átláthatóságot követelő Brüsszel az átláthatóságot a saját szerződései tekintetében nem tartja irányadónak. Mi nyilvánosságra hoztunk, én személyesen hoztam nyilvánosságra az oroszokkal és a kínaiakkal kötött szerződéseket, és ugyanígy szeretnénk nyilvánosságra hozni a nyugati vakcinagyártókkal kötött szerződéseket, amelyek az ütemezést is tartalmazzák, nem rajtunk múlik. A 444 kérdései jönnek. A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint egy ponton túl nem érdemes bővíteni az intenzíves ágyak számát, mert annyira kevés a szakápoló, hogy romlani fog az ellátás minősége. Egyetértenek ezzel? A kormány szerint maximum meddig érdemes bővíteni az intenzíves ágyak kapacitását? Felelősségteljes nyilatkozatokra kérjük az Orvosi Kamarát, hozzátéve, hogy a tapasztalataink vegyesek, tehát van, amikor ez sikerül. Ez nem tartozik ebbe a körbe, tehát a helyzet az az, hogy intenzív kapacitás és lélegeztető kapacitás is rendelkezésre áll, és az ehhez szükséges személyi állomány is biztosított. Nyilvánosságra hozzák-e az uniós beszerzésű vakcinák várható szállítási ütemét? Az előbb válaszoltam a kérdésre. Az elmúlt években, évtizedekben számtalan országban indultak átfogó egyházi vagy állami vizsgálatok a katolikus egyházon belüli kiskorúak elleni visszaélésekről. Máshol, például Írországban vagy Ausztráliában az egész iskola és gyermekvédelmi rendszert világították át, és találtak benne több ezer elkövetőt. A magyar kormányban felmerült ilyen vizsgálatok szükségessége? Foglalkoztak-e a magyar kormány tisztviselői katolikus papok konkrét zaklatási ügyeivel az elmúlt 10 évben? A magyar kormány és szerintem minden tisztességes, jóérzésű, normális gondolkodású magyar ember minden pedofil cselekedetet betegesnek, tűrhetetlennek, elfogadhatatlannak tart, ami egyébként súlyos bűncselekmény is, és ennek megfelelő fellépés az bárki is az elkövető indokolt. Ugyanakkor kár ebben a katolikus egyházat kiemelni, főleg akkor, amikor a magyar közéletben is sokan vannak, akik a pedofilokat mentegető vagy mentegetni látszó nyilatkozatokat tesznek, Révés Sándortól Kőszeg Ferencen át, és ne felejtsük el, hogy itt azért a baloldalnak hosszú ideig az a Daniel Cohn-Bendit volt az ikonja, aki a saját könyvében arról írt, hogy gyerekek bizonyos testrészeit miként és hogyan simogatták, és ő ezt milyen szívesen viszonozta. Tehát úgy gondolom, hogy van mit tenni ezen a területen. Jó lenne, hogyha azok a közéleti szereplők és baloldali, liberális megmondó emberek, akik ilyen nyilatkozatokat tettek, ezt visszavonnák, mert az egészséges társadalmi közmeggyőződés az, hogy a pedofil cselekedetek azok bárki is teszi, elfogadhatatlanok, tűrhetetlenek, betegesek és büntetendőek. Az Euronews kérdése jön. Ismét pályázhat Magyarország az Európai Unió munkahelyvédelmi programjának, SURE néven fut ez, több mint 9 milliárd eurós maradvány összegére. Az első pályázati körben Magyarország 504 millió eurót kapott ebből a keretből, most lehetőség nyílik akár további újabb 1 milliárd euró lehívására. Tervez-e a kormány pályázatot benyújtani a SURE program fennmaradt keretére? Ha igen, akkor milyen összegben és milyen célokra? Nem döntöttünk még róla. Itt nem uniós pénzforrás van szó, vagy pénzeszközről, vagy támogatásról van szó, hanem egy hitelkeretről, vagy egy hitel lehetőségről, amit ha szükséges igénybe veszünk, ha nem, még egyenre nem született döntés, időnk is van még a döntés meghozni, de ez egy olyan hitel, amit vissza kell fizetni. Az azonnali kérdései következnek. Az Európai Bizottság olyan oltásútlevelekre tett javaslatot, amikkel negatív teszttel is szabadon lehetne majd utazni a schengeni zónán belül. Támogatja a magyar kormány az Európai Bizottság rendeletjavaslatát, meg fogják-e azt szavazni a fideszes EP képviselők az Európai Parlamentben, illetve a kormány a tanácsban? Megvárjuk azt, hogy mi lesz a rendeletnek a pontos szövege. Meglátjuk azt, hogy az Európai Parlament akar ezen változtatni, és hogyha igen, hogy
Főszabályszerűen pillanatnyilag mi a vakcina útlevél helyett vakcinát várunk Brüsszeltől, tehát örülünk annak, hogy ilyen szabályozásokon lepecselnek. Lehet, hogy ennek később majd lesz is jelentőség, és azt kívánom mindannyiunknak és egész Európának, hogy legyen jelentősége, de egyenőre a védekezéshez vakcinára lenne szükség. Az a házi orvos is számítson-e pénzbüntetésre, aki magát az oltási kampány teljességében nem, hanem csak egy-egy szakvéleménye szerint nem megbízható vakcinával való oltást utasítja vissza? Hát, miután vannak magyar egészségügyi hatóságok, van egy nemzeti népegészségügyi központ, ami megvizsgálja az oltásokat. Hogyha a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy oltást biztonságosnak talál, ellenőrzött, akkor ezt követően minden orvos köteles ezzel oltani. Egy olyan helyzetben, amikor ha nem oltunk, akkor az életeket veszélyeztet, sőt halálhoz vezet sok esetben. Tehát egy orvos nagyobb felelőtlenséget, mint hogy bármilyen vakcinával szembeni kétségeit hangoztatja, szerintem nem követhet el. Voltak-e gondok azzal, hogy a háziorvosok rendszerében még nem szerepelt a favipiravir gyógyszer, és nem tudták azt március elején felírni? Ha volt ilyen, akkor ez a probléma megoldódott-e már? Korábban a favipiravirt, ami az egyik hatékony gyógyszer a koronavírussal szemben, tünetek enyhítésére alkalmas, csak a kórházakban írták fel, ezen változtattunk, és a házi orvosok is március eleje óta felírhatják. A gyógyszer a vényíró rendszerben másnaptól, a döntést követő másnaptól elérhető volt, és jelenleg valamennyi magyar gyógyszertár számára elérhető a favipiravir. Kínai és japán beszerzések mellett ráadásul most már hazai gyártásban is tudunk előállítani. Az Aegis és a Meditop is gyárt favipiravirt, úgyhogy rendelkezésre áll kellő mennyiségben. A Freie Ungarische Botschaft nevű pártoktól függetlenül működő civil szervezet azt kezdeményezi, hogy a törvényalkotók úgy változtassanak a törvényi szabályozáson, hogy a Magyarországon lakcímmel rendelkező, de a szavazáskor külföldön tartózkodó magyar állampolgárok is szavazhassanak levélben a 2022-es választáson. Tervez-e a kormány érdemben foglalkozni ezzel a kérdéssel? Nem, hiszen a választás megelőző évben nem lehet módosítani választási szabályokat. Túl azon, hogy egyébként jó is a szabályozás, hiszen ha valaki külföldön lakik, akkor levélben is szavazhat. Amíg Magyarországon szocialista kormány volt, baloldali kormány volt, addig erre nem volt lehetőség. Mi tettük lehetővé azt, hogy akinek a lakóhelye külföldön van, az tud levélben is szavazni. Aki viszont Magyarországon lakik, az személyesen szavazzon. Ha valaki az elmúlt hónapok és évek tapasztalatait a levélben szavazással kapcsolatosan megnézi, akkor én nem nyitnám szélesebbre ezt a kaput. Végül a Magyar Hang kérdése következik. Tavaly tavasszal a kormány arról döntött, hogy a légiipari szolgáltatók a 2020-as évben adókedvezményben részesülnek a pandémia miatti forgalom kiesés okozta károk enyhítésére. Mekkora összegben részesült a Wizz Air, mekkora összegben részesültek más társaságok, illetve az idei évre is kiterjeszti-e a kormány ezt az adókedvezményt? Azt tudjuk mondani a tavalyi évre vonatkozóan, hogy az összes légiipari szolgáltató az mintegy 2 milliárd forintnyi adókedvezményben részesült. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóik után fizetendő adókat, a szociális hozzájárulási adót, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulást nem kellett ezeknek a cégeknek a tavalyi évben megfizetni. Az, hogy ezen belül melyik cégnek mekkora a részesedése, az adótitoknak minősül. Mi egyébként örülünk annak, hogyha egy olyan nehéz évben, ami nyilvánvaló, hogy különösen a légiforgalomban a korábbi működésből származó bevételeket megtizedelte, ott vannak olyanok, akik mégiscsak talpon tudnak maradni, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy az élet mielőbb a normális kerékvágásban folytatódhasson, és ehhez érdemes segíteni, vagy a magyar kormány ezért is nyújt segítséget vállalkozásoknak, alig ha vitás, hogy a légiforgalomban ez a támogatás, ez indokolt. Ezzel a kérdések végére értünk, viszontlátásra.